Ez az a szerkezet, amelyikkel fel tudják térképezni egy adott ember génkészletét, ebből pedig meg lehet mondani, hogy milyen betegségekre hajlamos. Ez is az egyik olyan technológia, amit alkalmaznak a jövőben a beteggyógyításban Pécsen is. De más okos megoldásokat, eszközöket is alkalmaznak majd, mondja az egyetem rektora. Vannak olyan okos eszközök, amelyek a krónikus betegek állapotát monitorozni képesek, és azt telemetrikus úton eljuttatni a kezelőorvoshoz, ami szintén egy óriási könnyebbség. De szó esett itt arról is, hogy egy olyan eszközfejlesztés is folyik, amely a sebgyógyulás minőségét, gyorsaságát tudja ellenőrizni exaktabb módon, mintha csak saját szemünkre hagyatkozunk. A népbetegségnek számító cukorbetegség kezelésére is egy új megközelítést vizsgálnak az egyetemen. A hősokfehérjék kedvező hatással lehetnek a diabéteses betegek állapotára. Itt bálneoterápiás kezelésben részesülnek a betegek a Harkányi Kórházban, és kontrollált körülmények között vizsgáljuk azt, hogy miként alakul az állapotuk. De vizsgálják azt is, hogyan vonhatók be a robotok a betegellátásba. Ez lehet egyszerű mód, mint például az ételek kiszállítása a betegeknek az osztályokon, mondja Misete Attila. A robotizált műtétekkel is foglalkoznak. Ilyen szerkezet ma még a budapesti orvostudományin van csak hazánkban. A rektor azt mondja, hamarosan a vidéki, így a pécsi klinikákra is kerülhetnek ilyen eszközök. 2 milliárd forint visszanemtérítendő európai uniós támogatásból valósult meg a Pécsi Egyetemen az egészségügyi adatelemző adathasznosítási, valamint okos eszköz és technológia fejlesztő központ kialakítása. Munkájukról, a bevezetésre kerülő eszközökről kedden tartottak tájékoztatást az egyetem kutatóközpontjában.